A névadó holland tréner Will Körver 2011-ben hunyt el 86 évesen, a futball einstein is nevezték. Módszere él és vírul és terjed a világban. Imár 30 éves ez a képességfejlesztő iskola, a Körver módszer, amelyre a volt fradi edző Ricardo Moniz is esküdött. Itthon az egykor német alföldön futballozó válogatott játékos Szalma József a Körver coaching igazgatója. Programjuk terjesztéséről beszélgetünk most, mielőtt a napokban Devecser újjáépített pályáján tart bemutatót, majd ő a programmal. Tehát ő a vendégünk, Szalmi József, jó reggelt kívánok, jó szervusz! Köszönöm. Te jól kezelted kisgyerekként a labdát? Tehetséges voltál? Tehetséges voltam, de igazából a, az én játékomat nem a, a technikai képz, képzettség jellemezte, hanem inkább az erő, agresszivitás, a fejelni tudás, becsúszások, úgyhogy ez az én képzésemből. Meg a jó helyezkedés, Ez fontos, nem? Igen, az kellett, hát az a gyorsaságnak a bizonyos elemeit tudja erősíteni, hogyha jól helyezkedsz meg lehet tanulni a tökéletes labdakezelést? igen, ezek, ezek, a kép, ezek, a készségek mindenféleképpen megtanulhatók. Csak egy példát erre, hogy mondjak, a spanyol körvertulajdonosan nagyon jóba vagyok, és ő mesélte, hogy ki lehetne a legjobb barátja, mint Cristiano Ronaldo. Naponta 300 szor 400 szor egy darab cselt gyakorol. Én mosolyogtam rajta, és mondja, Mit nevetsz, Én Mondtam, egész életemben összesen ennyit cselt nem csináltam, mint ő egy nap alatt. Tehát uh -huh. ez megtanulható. Hát ez az eredménye, nem adják ingyen azt, ahol ő eljutott, és ugye ő híres is arról, hogy iszonyatos intenzitással készül. Hány éves korban kell ezt elkezdeni, hogyha az ember igazán komoly futbolista akar lenni? Szerintem. Hát én tíz éves koromban kezdtem, viszont most már a kluboknak, nagyobb kluboknak jó kapcsolatrendszer van az odákkal, tehát négy éves kortól, a körvernek tulajdonképpen négy éves kortól már van programja. És azt mondd meg, hogy ha megnézzük a mai nb et mai felnőtt nb be futballozó játékosokra ezt ráereszteni, az már reménytelen dolog. nem, én ezt nem? nem? így látom. Én 26 évesen Hollandiában 92-ben válogatott futballistaként kaptam először körverképzést. Hát fizikálisan nagyon nagy igénybevétel volt, mert tisztán technikai képzés volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egészen négy évtől felfelé, akár a felnőtt futbalistáknak is ez nagy segítséget tud nyújtani. Tehát te a Fortuna Szittárnál találkoztál először a körben És akkor onnantól kezdve ezt a felkészülést folyamatosan alkalmaztad? Hát ezt inkább amikor Hollandiában voltam, én egy, a magyar válogatottban megsérültem az angolok ellen, és ezt a rehabilitációra használták fel, minél gyorsabban visszakerüljek a holland klub vérkeringésébe és egy körveredzőt alkalmaztak, aki azóta is ott dolgozik, egy nagyon jó nevű jó szakember, és ő épített fel ismét engem, és ott találkoztam ezzel a körverképzéssel először, sajnos azóta nem. Ö, azt mondd meg, hogy ha a lényegét meg akarod fogalmazni, hogy ha valaki <coughs> nincsen egyáltalán, nem hallott még róla, akkor, akkor mi ragadnád meg? Hát először is abban, hogy az érintésszám Magyarországon 3 és 400 között van át, á, átlagban egy utánpótlás van. a körver 1200-1500 érintésszámot tud. Az érintésszám azért nagyon fontos, hogy a labda érzéket, ami az egésznek az alapja, azt javítsa. Meg hát én úgy gondolom, hogy kiváló eredményeket ért el a körver coaching. Most, ahogy mondtad, 30 éves lesz. Jövő hónapban ünnepeljük Madridban a születésnapját olyan klubokkal van nagyon szoros szerződésben, mint Angliából a Manchester United, Arsenal, eh, Franciaország, a Paris Saint-Germain, Lyon, Bar eh, Real Madrid, eh, Sevilla, úgyhogy Bayern München, Nürnberg, tehát nagyon jó kapcsolatrendszere van, és top szövetségekkel is. Na most, hogy lássuk, Madridban ünnepeltek, egy, egy holland apostol, aki ezt a dolgot kitalálta, ennek a mai körvernek, amit országonként terjesztetek. Ennek mennyi köze van, mennyire függ össze az eredetivel, az alapító egykori filozófiájával? Az eredeti e, tulajdonképpen egy kicsit vissza kell e, térnünk az alapokhoz. E, e, nagyon nagy technika hibákkal játszottak a, e, a Feyenoord Rotterdam játékosai, a Will Körvernek a játékosai, uh -huh. és ezért ő úgy gondolta, hogy a tisztán technikai elemeket tanítani kell. E, akkor viszont nem voltak technikai edzők, akik a cseleket, különböző mozdulatokat tanították volna, és uh, éppen ezért még most is uh, uh, arról szól a körver, rész, körver képzéshez bizonyos része, hogy a világnagyságoknak a mozdulatait tanítjuk. Abban az időszakban Puskás Öcsi bácsi, Di Stefano, Tehát uh, most is tanítjátok a régiek Így van, és most, hát most a, a világnagyságok mozdulatait, Cristiano Ronaldo, Gerett Bill Messi. Akárhogy is nézzük, eredetileg ez egy, ez egy holland iskola, igaz? Ez egy holland eredetű iskola, azért mert aki elkezdte, Will Körver nevezető holland úriember, holland volt, viszont azóta létrejött a Körvel Coaching eleme, ez most épp 30 éves, tehát 84-ben, uh -huh. két angol úriemberrel, akik az egyik Charlie Cook a Amerikának az igazgatója, Alfred Galustian pedig az Európai résznek, aki a Premier league is a, a technikai e, igazgatója. E, Magyarországon mekkora fogadókészség van most erre? E, a Magyar Labdarúgó Szövetség kérésére e, szerveztünk egy e, körvernapot, egy utánpótlás képzési napot, ahol e, még soha nem volt ennyi érdeklődő. 500 e, edző volt, aki, aki jött és szeretett volna újat és újat e, tudni erről a képzésről. Viszont azért csak 500-ban nem volt több fordítókép, és nem volt több hely. Tehát a fogadókészségén úgy gondolom, hogy nagyon nagy, ezt érzem egyre jobban és jobban, és most már látjuk, hogy többen is látják, nem csak én érzem így, hogy igenis van helye, mert az iskolai képzésben, az utánpótlás képzésben nagyon nagy segítséget tud nyújtani. De József, akkor azt is el tudod képzelni, nem? Hogy ezt érdemes volna, ha már a te egykori hollandiai játékos pályafutásodra is utaltunk, akár NB1-es felnőtt focistáknál. Igen, ott náluk nagy részben már a, a, a poszt specifikus képzés van, balhátvéd volt, tehát a balhátvédnek, hogy hogy lehet felépíteni egy támadást, de sajnos ez az én játékomból hiányzott, bár csak kaptam volna ilyen képzést, és akkor sokkal jobb játékos lehettem volna. Eh, segítette a körver magyarországi elismerésében az, hogy ugye azt tudjuk, hogy amit említettem a felvezetésben, hogy Ricardo Moniz esküdött erre a módszerre, erre a holland iskolára. Hát eh, Ricardo Moniz együtt dolgozott Will Körverrel, és tulajdonképpen a köztudatba való bejutását is segítette, igen. Eh, azt meg, hogy az MLS most uh, hogyan segíti a törekvésedet, és hogyan engedik be mondjuk ezt a módszert a magyar edzőképzésbe. Voltak-e, vannak-e kritikusok, ellenzők, fanyalgók? Szóval hogy, hogy, néz, hogy néz ki ez a dolog? Az edzőképzésbe Szalai László által vezetett tém nagyon pozitívan áll hozzá. Az edzőképzésben a Előtte c annyira nem? Uh, maradjunk a Szalai Lászlónál, tehát most ebben. Hagyjuk a, a múltat. Uh, Sokan kérdezték tőlem, hogy miért nem jött eddig be a körver Magyarországra. Én úgy, gondolt, úgy gondolom, hogy még nem volt itt az ideje. Megvoltak különböző érdekek, amiatt nem tudott bejönni. Most viszont van egy új. Az, em, az elnök úr és az MLS elnöke Csányi Sándor úr is mondta, hogy utánpótlásra kell helyezni a hangsúlyt, és ez pontosan erről szól. És most a tananyag hogyan működik, tehát milyen licenszeknél, C, B, A, tehát hol, hol, hol vagytok jelen? A C és a B licensznél vizsganyag lesz. A C, C licensznél egyenlőre úgy néz ki, hogy csak gyakorlati bemutató lesz, a B-nél pedig lesz egy elméleti és egy gyakorlati bemutató is, Gyakor gyakorlati képzés pontosabban. Ha a gyerekekre térünk, mert a legfőbb célcsoport akkor az utánpótlás és a gyerekek, ott mennyiben segít a tehetség kiválasztásába azt, hogy ezekkel a gyakorlatokkal észre is vedd, hogy ki hogyan tud tanulni, és kinek milyenek a képességei. Hát a tanulási folyamatot ez éppen ezért, hogy előbb említettem, a érintés felgyorsítja. Én úgy gondolom, hogy aki ért hozzá, és aki ebben dolgozik, és nagyon sok jó utánpotlás edzőnk van, ők ki tudják választani azokat a játékosokat. Viszont itt talán azért valamivel könnyebb, a, a, a mivel ez egy speciális képzés, hogy olyan elemekre van felosztva a cselek, kitámasztások, stb., amiből rögtön ki lehet szúrni, ami a, a gyereknek, az utánpótlás játékosnak még meg kell tanulnia, vagy erősítenie kell. Beszéljünk egy programról itt a vége felé, ahol te a közeljövőben, a napokban majd elő is fogsz adni a témában. Hát a devecseri kifejezés az most a fociban nem a, a, és a védekezésben nem a legjobban kicseng, viszont devecseren, a tragédia, a vörösi a tragédia után most fogják majd az öltöző után a pályát avatni, és ennek kapcsán lesz ott egy tehetségmondozó program is. Ö, igen, a, egy támogpályázat keretén belül ö, ö, nyertünk egy, egy olyan lehetőséget, kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy a, a Devecseri Gárdonyi Géza általános iskolában Uh, egy uh, bizonyos uh, hónap alatt 500 edzést kell uh, tartanunk, a, a, csak kizárólag az általános iskolás gyerekeknek. Ez nagyon fontos, én úgy gondolom, a környéknek, hiszen uh, Magyarországon belül ez az első ilyen program, és uh, nagyon sokban tud a ottani gyerekeknek örömet, jó elfoglaltságot adni. Nagyon sok minden van a program mellett, mérkőzés látogatások, a családi napok keretén belül, az, a, az iskolán belül erősíteni a, a, összetartozást, a baráti szellemet. Hát meg ez nagyon fontos lehet, hogyha ilyen programok máshogy is lennének az országban, hogy a cigány gyerekeknek a felzárkóztatásában is. Meg e, őket igen. azért egyre inkább bele kellene szippantani, meg rángatni a sportban, meg a futballban is. Igen, nagyon érdekes, mert van több sportág, ahol a, a, a roma, a cigány gyerekek nagyon jók, e, viszont a futba, futballon belül nagyon-nagyon kevés e, e, ilyen fiatal srác van, és én úgy gondolom, hogy e, mivel mindenkinek át kell menni egy bizonyos szűrőn, tehát a, a hozzáállás, mentelet, mentalitás, stb. E, mindannyiunknak nagyon sok tanulni valója van még ebben. Most a utolsó utáni kérdés, mintha a körver módszert az akadémiákra is találták volna ki, ott milyen a fogadókészség? E, az akadémiák egy bizonyos részben már e, csinálják, e, viszont e, e, több emberrel találkoztam, akkor azt mondom, hát a körverkérdést én vágom, tíz éve ezt csinálom. Egy gyors kérdésem van, hol az eredmény? A másik pedig az, hogy azok az anyagok, amelyekkel ők rendelkeznek, interneten letöltött anyagok, a körnek az nem ö, ö, lenne előnye, hogy közszemléletre bocsájtja ingyenesen. Én egy franchise díjat vásároltam meg hosszú távra, én ezért fizetek. Tehát ez, ez az, amit interneten ingyenesen hozzáférnek, töredéke ahhoz, amit tulajdonképpen a tudástárnálom van. No, hát akkor jó munkát neked a módszert Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm a meghívást.